Szép jó reggelt kívánok! Ma egy nagyon érdekes videót szeretnék nektek készíteni. Remélhetően sikerülni is fog. Minden feltétel megvan hozzá. Az eszköz, az akarat, a szándék, a szorgalom. Szóval semmi nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy filmezzünk ma, elvileg. Jó, ezt is meg fogom sütni, ugye előre, és akkor ez már egy elvitelre nagyon jó lesz a fiamnak holnap. Úgyhogy ezt én most fogok reggelizni, gyerekek, még nem reggeliztem semmit, úgyhogy azonnal pótolni kell a dolgot. Én egy kicsit így bevagdals, beírdalom, hogy van ez így, innen, jó, innen is. Oké. Fát fogok vágni, de még nincs itt az idő, tehát még a zajongás miatt, még és ezt kell, várnom kell. Úgyhogy addig meg tudom csinálni magamnak a reggelit. Ott kint a grillen. És igen. Most tudom, hogy csináljam. Így. Jó, ennyi elég lesz. Hagymából is. Ja, gyerekek, nemrég keltünk, illetve hát keltünk, Éviék már elmentek. Na jó, megyünk kifele. Itt van ez a tárcám. Jó. Gyerekek, 20 fokos hőmérséklet, 4.90. Ilyen az időjárás. Egyébként, aki Floridába akar jönni nyaralni, aznak most kell jönnie ezekbe az időszakokba. Tehát ilyen december, január, február, akkor van a legszebb idő. Akik hát nem akarnak hőségbe itt lenni. Tehát na, közben Évi készítgeti elő a karácsonyi dekoráció. Még nincs kész teljesen, kívül belül, majd belül is leveszem nektek. Rakja fel ezeket a dolgait. Na most, Kokó, mi a helyzet? Vigyázz, vigyázz innen, ott maradjál, kire gyere nekem. Maradj, maradj. Szeretne kiszökni. Az a helyzet, gyerekek, hogy még 9-ig van idő. És hát, mondom, szép az idő, kijövök, és itt fogom elkészíteni a reggelimet. Szóval, ilyen megoldásra szántam rá magam. Úgyhogy hozhattam volna ki terítőt is. Na most a túl nagy barbikúzás itt most ne várjatok, mert nem lesz. Csak annyi, hogy hát itt megsütöm a kolbászt, sonkát. Többit. Na várj, fölveszem a fejemre. De hagyd melegedjen még. Előtte megmutatom, hogy reggeli után mi vár rám. Ugyanis ma már egy kicsit kell kérdést tenni, venni. Még zajongani nem lehet nagyon egyelőre. Úgyhogy van az a kis maradék fám ott. Aztán párat félreteszek belőle, de nagyon nem tudok egyet sem, mert olyan szar, mint hogy össze kell vágni. Többit
Többit már elvitték. Na most hát összevágás, a többi, az szokásos módon megy, emlékeztek. Ilyen két fites darabok, aztán kész. És akkor szép lassan, az van, hogy bele kell csempészni a regulár szemét közé, mert kiraktuk így a kukával, és ott hagyta a rohadék. Nem vitte el egyszerűen. Fogta, azt az hagyta. És a, sőt, a múltkor a Évi belecsempészett ide, kettőt, hármat a tetejére, fogta, levette róla, kidobta, a zsákos szemedet meg beöntötte. Na úgyhogy most már úgy csináljuk, hogy kettőt, hármat beleteszünk a zsákba, és akkor úgy elviszi. Mert most ez a, ők úgy vannak, hogy ez a hurikánnak a... mit tudom én. Mert az egy külön szemetes dolog. Na mindegy. Jó van. Sütünk, nem a izén sütök. A magán a rácson. Onnan hozhattam volna egy terítőt. Hozok is valamit oda. Meg egy másik olyan tányért. Na, ez meg is van. Jó. Egy kis olaj. Egy keveset csak. Igaz, hogy ez elvileg non-stick, de hát... tudjátok, mi van. Várja ezt. Hoppá, hoppá, hoppá. Már meg is melegedett. Ezt inkább ide tesszük a rácsra. Ez jobban. Nem jó a kép. Hát jobban meg tud sülni, jobban átjárja azt a paprikát. És hát egyelőre itt szépen ezeket rátettem. Sonka. Mindjárt szeret. Nagyon vékony. Okay. Hát ha itt nem fog jól sülni a kolbász, akkor ezt is rá kell tegyem majd a rácsra. De úgy látom, hogy azért jó lesz. Right. És... hát ugye a hagymák. Elszórjuk rajta a hagymákat. Sokkal hamar megvan. A zöld paprikát nem hoztam ki. Lehetett volna olyat, hogy savanyú káposzta. Egyebek. De hát nem kell maximalizálni mindent, igaz gyerekek? Nem kell. Jó lesz ez így is. Yeah. Már van illat, már is van illat. Majd a végén lesz két tojás. Már érezni. Igen. Lassan alakulnak a dolgok, gyerekek. Hagymára teszik egy kis olajat. Pár. Jó. Paprikára is. Szépen sül minden. Elvágjuk a semmiét. Okay.
Gyerekek, sonka megvan, látom. Ez így jó, ahogy van. Ez még egy kicsit... Hú, de erős! Megköhögtet. Alright. Tojás. A só helyett egy kis fűszert teszünk csak rá. Okay. Grill zöldségfűszer például, most tesszettük rá. De jó illata van. Idő kell. Jó, sűrűn meg, én szeretem így. Gyönyörű. Jó. Még egy picit, ezt a felét. Gyerekek, jó lesz? Mit gondoljuk? Jó, ennyi elég lesz így. Jön ide. Illatok vannak ám nagyon jók. Kokó is beindult szépen. Jó, és akkor ezt a enyhén ugye megolajozott bröcsön. Zsemje, ki minek hívja. Ezt is egy kicsit megpirítjuk. Jó, paprikát is levesszük. Minden meg van grillezve. Hiszem, ezt rá kellene tegyem a rácsra, nem? Várjál. Egyszerűbb kezelni a dolgokat, ha így tudjuk. Igen. Ez az oldal is egy kicsit kapjon, egy kis hőt. De hát, ha nem kap, nem kap. Hú, meleg. Jó lesz így, jó lesz ez így. Igaz? Nem akarom kiszárítani ezeket. Ja. Na, mindjárt kész vagyunk.
All right. Ennyi elég lesz. Kolbászoknak is. És a kenyereknek is. Jó, és megyünk oda a napernyőhöz. És megreggelizünk. Egyelőre lezárom, majd még szükségem lesz erre. Ja. Ezt majd el kell mossam. Ezeket hagyom itt. Igen. Hagyok itt mindent végül is, mert majd jövök még vissza később. Aztán... Addig... Addig itt el van ő, igaz? Magába. Na gyerekek, reggeli. Gyerekek, fel kellett tegyem a umbrellát, napernyőt, mivel már a nap felkelt. Szóval már van is ereje. Koko, hol vagy? Oly, mert már itt várakozó állásponton vagyok, azt mondja a Koko. Majd a sonkából egy kicsit kaphatsz. Úgyhogy... A gyerekek, ez úgy megy, fölveszem a fejemre. Tehát először ugye majonéz, egy keveset. Jó. És hát szokásos. Egy kevés mustár. Ezt félretesszük. Na, villát nem hoztam. Na mindegy. Elég teszek egy szelet sonkát. Így. Nincs kedvem bemenni villáért, pedig be kell. És akkor ebbe a tojásos hagymából is teszünk. Ugye hozok ki egy villát, egy kicsit, és hagymát. Még egy kis hagymát ide. Jó van. Villa. Jó, itt a villa, megjött. Mustárt csak ide, így. Gyerekek, én nem tudjátok a harapásokkal, én nem vagyok, harilábon állok, hogy én tulajdonképpen mindent, mind a, ugye a McDonald's-ban én bicskával eszem a hamburgert. Itthon is vágom. Na jó lett. Jó lett. Tehát katonákat csinálunk. Magyar ember az katonákat csinál, ugye? Úgy tudom. Na, tökéletes. Még ezt a erőset is. Jó, erős voltam. Az is. Na, óvatosan. Jeges teja. Kedves egészségetekre. Az erős. Nem minden. Gyere! Kukci! Hol vagy? Gyere ide!
ennyit kapsz. Nem ízlik. Kapott reggelit rendesen. Jó, rágd össze. Többet nem szabad. Kész. Semmi más. A gyerekek, mondjak valamit. Az az egy bajom van ilyenkor mindössze. Látjátok, a kaja jól néz ki, és jó is, hogy nem tudom megosztani senkivel. Tehát na, volt, mikor először jöttem Amerikába repülővel, és hát életem első repülőútja volt, és hát a Évi nem jöhetett velem, és senki, én egymagam voltam. Ja, és azt az érzést, azt az élményt nem tudtam megosztani senkivel, és nagyon rossz érzés, amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy egy olyan élményben, vagy valami, például most ez a kaja, vagy valahova utaztál, és egymagad voltál ott, és nem volt veled senki. Úgyhogy valahogy úgy van ám, hogy mit ér az olyan hőstett, amiről nem tud senki. Szóval ez úgy van, hogy most jó ízzel megeszem, de nem bánám, ha itt lenne az asszony, vagy valaki velem kajálna. Sokkal jobban esik az étel. Jó van. Hát ennyit szerettem volna elmondani, így gyorsan, a reggeli mellé. Hát én ebből körülbelül a felét fogom. Na nem úgy a felét. De mindjárt, várja. Megmutatom, mennyit fogok enni. Mert így ugye azt hinnétek esetleg, hogy hát ezt én mind benyomom. Hát akkor én meg is halnék. Szóval ezt megeszem, meg egy kolbászt, és kész, meg a teját. Úgyhogy ezek mennek későbbre, meg majd hát a fiamnak reggel elkészítem, elvinni valónak. Össze lesz szendvicsezve, és akkor ő ezt nagyon lekarikázom neki, szendvics, összecsukom, még egy kis sajtot rá, és ezt nagyon szívesen elviszi munkába. Meg még Évi is tényleg. Gyere, itt a hónapi elvinni való, egyben nekik. Nekem ez elég, ez, meg egy kolbász. Jó? Köszönöm, hogy végignéztétek, de még itt nem ér véget a filmezés. Tegnap este sajnos elmaradt a húsnak a pácolása, fűszerezése, úgyhogy ezt most fogom beportolni. Mégpedig ugye itt és most. Mind a négyet, a négy combról beszélek, ugyanazzal a fűszerrel fogjuk ugye befűszerezni, mégpedig a Ruculus fűszercsalád sütcsirke című fűszersójával, és majd még plusz teszünk rá mást is. Nagyon sok nemzet, én nézek koreaitól kezdve még vietnami videókat is, spanyol, kubai, stb. Orosz, német, nagyon sok orosz videót nézek, főző videókról beszélünk, arab, és gyerekek, sok helyen láttam ezt a beírdalást. Én most írdalom be először életembe így a húst. A sütés előtt. Még soha nem csináltam. Egész lemész a csontig tulajdonképpen. Úgyhogy lehet, hogy van, akinek újat mutatok? Nekem ez új. Mondtam, majd egyszer én is megcsinálom ezt, és csak így csikokban, becsíkozva csinálták, és hát most jön a fűszerezés, gyakorlatilag. Mondom, a sütcsirke nevű fűszersóval.
fogjuk ezt most végrehajtani. És egy pár órát, egy 2-3 órát fogom csak hagyni, kicsit átérlelődjön. Most mondom, tulajdonképpen ezeket a fűszereket tesztelem is, hogy mit, hogyan, és lehet, hogy csinálok egy ilyen közös fűszerkeveréket is, nem sokat, csak úgy egy ilyen saját legyen valami. Na jó, ez így, hát ennyi volt, és gyakorlatilag most az fog történni, hogy nem olajozom meg a hús semmit, majd, hanem hogy az fog történni, gyerekek, hogy ezt ide visszarakjuk. Így mind a két oldala megvan szépen. És ennyi. Így, és ezt ráteszem, és megy be a hűtőbe. Addig, amíg, ugye, el nem jutok oda, hogy süssek. Itt volt nekem ezek a, emlékeztek a pulyka mell darabokra? Pulyka mellett így csíkoztam, ez le van fűszerezve, le van pácolva. Hú, jó kemény. Úgyhogy ezt csak felolvasztottam, és hát majd ezzel is lesz mit csináljak, jó? Egyelőre ez is megy vissza a hűtőbe. Bander Imre, barátom, Németország, ő felhatalmazott arra, hogy ő, megengedi azt, hogy megmutassak olyan dolgokat, ami hát vele kapcsolatban van, akár még a családja, meg hát egy bizonyos szintig, ugye, nyilvánosságra tehetek dolgokat, ami vele kapcsolatban ugye történik. Felvettük a kapcsolatot már régóta, és hát egy óriási szállítmány érkezett, úgyhogy gyerekek, nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy nekem ne küldjetek fűszereket, jó? Jó van? Semmiet. Mert itt van, ez, látjátok, ahány szín, az annyiféle, és mindenből küldött 5-6-ot, úgyhogy, és még mindig van a Gábor barátom, ugye, aki szintén ellátott fűszerekkel és egyéb dolgokkal, úgyhogy neki is nagyon szépen köszönöm még egyszer, meg Imrének is, és Ágnes is, akinek még az arab és egyéb fűszerei is itt vannak. Gyerekek, én nem tudok ennyit elhasználni. Még mindig itt van ez a nagyon képmaláj, meg egyebek, úgyhogy még föl sincs bontva, de minden itt van. A köftétől kezdve, gyerekek, hát el vagyok látva, látják, nem tudom mennyi látszott. Leveszem a kamerát. Tehát itt van, akkor még egyszer mutatom. Mindenféle fajta. És ugye Ágneséktől is. Ők hárman azok, akik, jól mondom? Igen. Meg a Halász Gabi, ugye török. Jól mondom? Azt hiszem jól mondom, hogy török, mindig keverem. Inkább nem mondom. Török Szent Miklós vagy. Török Bálint. Na, nem tudom, miért keverem a török Szent Miklóst, mert ott sokszor voltam, Hangyasabér. Tehát Török Bálintról, Hamburgból és Fokvárosból, ugye, hát el vagyok látva, és még plusz, én tudjátok, fűszermániás vagyok, és még plusz nekem itt a sajátjaim, hogy mutassam meg, még itt is van, és itt van fönt még a többi. Szóval, gyerekek, nagyon köszönök mindenki, meg kaptam felajánlásokat is, hogy mit küldj, ez az, amit ne küldjetek semmit. Jó? Semmit. Megyek fát vágni. Majdnem, hogy igyekezzem kell, a nap feljött, gyerekek. Úgyhogy a napon nem lehet dolgozni, úgyhogy gyerünk csinálni.
Hát ezt nem fogom verni most, hanem majd, amikor kész vagyok. Na, ez meg is van. Lehet menni fürödni. Egy, leízottam, kettő, tiszta szar lettem. Ja. A gyerekek, még egyszer mondom, a szívem megszakadt, hogy ezt a fát a szemétbe kell kidobni, és még ráadásul, ugye, nem is úgy, hogy látványos, hanem dugva, de még elvinni se akarják. Elégetni nem tudom, kemencébe sem, mert szikra, stb. Meg itt képzeljük el, napokon át is füstölök. Szóval, és visszaemlékszem arra, hogy Ácson, meg szinte mikor teherautó sofőr voltam, mikor ott éltünk Ácson, hogy hát tényleg a visszahozott olyan öreg raklapokat nekünk adták, vagy hát egy 4-5 darab főkerült amúgy is kocsira, a fára, úgyhogy szinte majdnem, hogy lopni kellett. És ugyanígy nézett ki, amikor össze volt darabolva, mint az ott, és bizony tűzifának használtuk, és milyen jó volt. Itt meg nem tudom megcsinálni, nincs rá szükségem. Ilyen. Gyerekek, a bőrcsekim 30 éve ott van a szekrényben, még jó. Majd egyszer valakinek nekiadom, elküldöm. Nincs szívem kidobni, eladni sincs kedvem, mert sok az emlékve, nagyon szeretem azt a bőrcsekimet. Nagyon nehéz, vastag, igazi magyar bőrcseki, és nagyon jól néz ki. És ez ilyen dolog, hogy az élet úgy egyszerűen nincs rá szükség. Évi meg volt őrülve a csizmákért, hónapokon át spóroltunk, neki minden télen meglegyen a csizmája. Itt nekünk fillérekből ugye tudnánk venni akár 20-at, és nem kell. Szóval nincs rá szükség. Van bőrcsizmája. Azért úgy van ő is vele, hogy azért valahol egy elégtételt vett magának bőrcsizmát, néha föl is veszi, ilyen nosztalgiából. És akkor mindig eszünkbe jut, hogy mi mindenért megdolgoztunk, és keményen otthon, és itt van, itt meg az élet megadta, hogy tényleg félnapos keresetekből tudnánk dolgokat megvenni, és nem kell. Azért, vagy azért a korod miatt, vagy azért, mert már van, vagy azért, mert már egyszerűen nincs rá szükséged. Mindahogy erre a fára se. Gyerekek, a videó első része itt véget ért. Következő részben a csirke combokat fogom itt és bent a többi részt sütni nagyon lassan. És hát majd fogom mutatni, jó? Arigi, sziasztok! Jó egészséget! Ahol fejezzük be, ott a kert. Jó egészséget! Maradok tisztelettel a legközelebbi videóig, vagyis hát a folytatásig. Jani bácsi Floridából. Ezekkel a szép képekkel. Bye-bye!